korlátozott példányban még elérhető Gál András Kunfoci című könyve. A kötet kereskedelmi forgalomban nem kapható, a kiadványra szánt összeggel a karcagi gólyafészek otthont segíthetik. Mai vendégünk Varga Nándor, a Magyar Kazak Baráti Társaság elnöke. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én örülök, hogy itt lehetek, én is köszöntöm a tévénézőket. 2020. december 1-én, elején mondhatnánk inkább így, jelent meg Gál András sportújságíró Kunfociról szóló könyve, amelyben ön is hadható segítséget, szerepet, részt vállalt. Beszéljünk a kötet megjelenésének hátteréről. Hát a könyvben sok minden le van írva. Többek között a szerző hivatkozik arra, hogyha megkeressük a Wikipédián, akkor 1945-ről van csak feljegyzés a karcagi fociról, holott a könyv címlapján is fel van írva, hogy 1909-ben alakult az első labdarúgó egyesület, és azóta emberek százait, ezreit mozgatja meg, és hogyha az eredményeket most félretesszük, csak a mozgás, a rendszeres testedzés és a közösséggel való együttlét jelentősen meghatározó. Kik vettek ennek a könyvnek a szerkesztésében részt, kicsit bővebben, hogy miről szól ez a könyv? Ugye itt már említettük, hogy 1909-től kezdve napjainkig szól a Kunfoci történetéről, de mégis részletesebben beszéljünk erről. Tulajdonképpen a résztvevők saját maguk írták ezt a könyvet. Kik ezek, akik benne szerepelnek a könyvben? Kezdjük azzal, hogy a könyvszerzője Gál András 19-ben a 21. birkafőző fesztiválra eljött. Leküldték, hogy a birkafőzőről készítsen riportot, és akkor akadt össze olyan emberekkel, mint például a Szendrei Pepe, aki világhírű válogatott kapusunk, hogy itt vannak ilyen emberek. És ahogy beszélgettek Varga miniszter úrral, akkor miniszter úr mondta, hogy ő már régóta dédelgeti ezt az ötletet, hogy a karcagi fociról írni kellene valamit, és mivel elhangzott többször is, és ki is volt plakátolva, hogy a nagykunság fővárosa Karcag, rögtön a szójátékban el is hangzott, hogy a Kunfociról kellene írni. Tehát Varga Mihály miniszter úr volt a felkérő és ötletgazda, és ez alapján írta meg a könyvet Gál András. Említette, hogy egy bizonyos birkafőző fesztiválon jött először Karcagra maga a szerző, és akkor itt kutatta föl azokat az embereket, akik ebben a könyvben szerepelnek. Hogyan történik? Nyilván ön is, ön számára is ismert, hogy mi ennek a menete ilyenkor, amikor egy ilyen könyv készül, főleg, hogyha egy felkérésre történik mindez. Hát legelőször információt kell szerezni. Nagyon sok információt, de ez Magyarországon, sőt, szinte az egész világon könnyű, hisz a focihoz mindenki ért. Azon kívül, hogy mindenki ért a focihoz, a karcagiak önmaguk megélték, megélik ezeket az eseményeket már több mint 110 éve, és ez azt jelenti, hogy a személyes és családi emlékeket kellett elővenni ehhez. Tulajdonképpen a szerzőnek egyszerű dolga volt, mert rögtön olyan emberekbe botlott bele itt a Birkafőző Fesztiválon, akik továbbadták őt kézről kézre, és így a valamikori játékosok és edzők, akiket megszólaltatott, egészen a mai résztvevőkig meg tudta keresni. Említett régi nagyokat, akik a könyvben szerepelnek, de vannak fiatal tehetségek is. Közülük is említsünk párat, akik mind a mai napig nemhogy Magyarország, hanem a világ élvonalában szerepelnek. Én nem vagyok futballszakértő, a könyvkiadás sem ezért jött össze, hanem a lényege az, hogy a mai fiatalok, Varga Kevin, a legfiatalabb sztárunk is szerepel ebben a könyvben, és ez példát mutat a mai fiataloknak, hogyha valamit becsülettel, szorgalmasan végeznek, és
úgy próbálják ezt csinálni, hogy abban ők legyenek a legjobbak, akkor bárki eljuthat arra a szintre. Említette, hogy a könyv kapcsán ön nem a szerkesztést és magát az írást csinálta, hanem másféle területen, a kiadásban jeleskedett. Hogyan jött ennek a felkérése, hogyan jött ennek az ötlete, és beszéljünk ennek a hátteréről, mit lehet erről tudni. Illetőleg ugye nagyon fontos információ, hogy ezt a könyvet nem lehet megvásárolni kereskedelmi forgalomban, hanem ennek is van egy miértje, egy részt, másrészt meg az a pénzösszeg, amit úgyhogy mégis valaki megvásárolja ezt a könyvet, nyilván ezt majd elmondja, hogy hogyan és milyen módon lehet hozzá jutni. Felajánlást tettek, és arról is beszélünk, hogy kiknek jut ez majd el. A könyv kiadás nem egyszerű dolog. Ha üzleti céllal csinálja valaki, nagyon sok elvárásnak, feltételnek kell eleget tenni. Ha ez a könyv magánkiadásba jelenik meg, és közforgalomba nem kerül, az elvárások a színvonal tekintetében ugyanolyan, de annyiból egyszerűbb, hogy a Magyar Kazak Baráti Társaságnak a tevékenységi körében benne van, hogy ismeretterjesztő kiadványok készítése és kiadása. A Magyar Kazak Baráti Társaság alelnöke Varga Mihály miniszter úr, ezáltal könnyű volt a kapcsolat, hogy felkér engem itt az Egyesület elnökét, hogy bábáskodjunk már ennek a könyvnek a megjelenésében. Így alakult ki, és került bele a könyvbe is, hogy a felelős szerkesztő én vagyok, a könyv kiadója pedig a Magyar Kazak Baráti Társaság, amelyet örömmel veszünk, és ugyanígy szeretnénk, hogyha más jellegű kiadványok is hasonlóképpen a civil szervezetek segítségével jelennének meg. Melyik ez a szervezet? Mit lehet róla tudni? Kiknek folyik be az összeg? Ezt válaszok külön. A könyv megjelenésével kapcsolatosan olyan kérdés is merült fel, amin túl sokat gondolkodni nem kellett, hogy ha kereskedelmi forgalomban nem kerül, akkor ezt forgalmazzuk-e? Ha igen, hogyan? Mert az előállítása, elkészítése nem kis összeget vett igénybe, hogy a befolyó összegekkel mit kezdjünk. És Varga miniszter úrnak volt az ötlete, hogy a kórház területén működő gólyafészek alapítvány részére adjuk azt a támogatást, amit a könyv ellenértékeként kapunk. Magyarán ára nincs a könyvnek, de értéke van. És ami ellenértéket felajánlanak a könyvre áhítozók, azt teljes egészében a Gólyafészek Alapítvány számlájára átutaljuk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!